Sziasztok, itt is az újabb rész, és a mai napon török soma átlagát fogjuk megnézni. 17,17 század másodperc lett az eredménye, és ahogy néztem, színsemlegesen rak, szóval ez is egy plusz érdekesség a mai napon. Három perce keresem, hogy hogyan csináltad meg a narancssárga keresztet, és rájöttem, hogy ezt az egy kockát rosszul kevertem be. Narancssárgára kezdtél. Itt volt ez az él. Beraktad mellé ezt a fehéret. Utána fordítottál egy U2-t. Lehoztad ezt a kéket. Még egy U2 mellé tetted a sárgát, F és D. Én a helyedben ezt a keresztet másképp oldottam volna meg. Én így fogtam volna meg, hogy a sárga van szembe. És mellé vittem volna a kék élet a fehérnek. Beraktam volna ezt ide a zöld mellé. Odébb vittem volna U2, R-vesző F. Itt rögtön elkezdtél hezitálni. Utána fordították két út is. És ez egy rossz szokás, hogy így elfordítod, hogy lássad a hátulját. Ezt régen én is szoktam csinálni, de javaslom, hogy ezt próbáld meg elfelejteni. Viszont utána jól oldottad meg ezt a párt. Azt hozzáteszem, hogy ezt a párt így is meg lehet csinálni. Ezzel megspóroltunk egy dupla fordítást, és ahelyett csak egy szimpla volt benne. De persze ez csak egy nüansz. Ezután választottad a narancs-zöld párt. Itt gondolom azt hitted, hogy össze fog párosodni, de nem így történt. Ezután kivetted. Ezt a második részét már jól oldottad meg, de lehetett volna rá jobb megoldást csinálni, vagy másik párt választani. Itt például rögtön szembeötlő ez a pár, amit hogyha választasz a másik helyett, akkor átfoghattál volna, és így megcsinálhattad volna hátra. És akkor a két első helyet kellett volna még betöltened. Következő pár az jó választás volt, kiválasztottad ezt, és meg is csináltad a lehető legjobb módon. És maradt ez a pár, amit szintén jól oldottál meg. A gépernél volt pár felismerési problémád. Miután ide fordítottad, elkezdted az algot, utána úgy döntöttél, nem biztos, hogy jó algot kezdtél el. Visszafordítottad, és utána kezdted. Én azt javaslom neked, hogy mikor a gépernet megkapod, akkor én mindig a két autólámpát szoktam nézni, és azon kívül ezt az 1x2-es blokkot. És ennél például tudom, hogy melyik algot kell csinálni. Én erre a D-set használom, de a tied is jó algó. A következő kirakásnál a fehér keresztet választottad. Ez nekem ugye már hazai pálya, szóval ez így fokkal könnyebb lesz. Itt a vörös él, ügyesen átellenesen vitted a narancshoz, beraktad D2, beraktad ezt az élet, és kivitted az útból ezt a párt, mielőtt beraktad az első élet. Ugyanezt a megoldást szerintem érdemesebb ilyen szögből csinálni. Odébb tolod a pirosat, berakod a narancsot, és ez szerintem egy fokkal gyorsabb. Az nem egy ördögtől való ötlet, hogy ezt kihoztad az útból, hiszen ugye ezt vetted észre először, és ezzel megkönnyítetted a megoldását, szóval ebben nem kötök bele. Viszont utána, amit csináltál, abban kicsit igen, mert te ezt csináltad, hogy thank you.
és ezt csak simán megoldhattad volna úgy is, hogy kiviszed az élet az útból, és bekerül easy kézbe, és akkor nem kellett volna egy dupla forgatást megcsinálni. Na hát a következő párnál voltak problémák, hiszen itt volt ez az easy kézed, amit csak simán három fordításból betettél volna, de te helyette kiválasztottad ezt a párt, és arra is egy olyan megoldást használtál, amire véleményem szerint vannak sokkal jobbak. Tehát te ezt csináltad, hogy így összepárosítottad, átfogtál és beraktad hátra. Erre jobb megoldás az, hogy amint észreveszed a párt, egyből átfogsz, és így oldod meg. Az utolsó két párba viszont nem tudok belekötni, azt szerintem jól csináltad. Az utolsó sorodnál annyi, hogy az OLL felismerésénél voltak még kisebb gondok. Gondolom megnézted a tetejét, viszont utána azt hitted, hogy ez egy másik OLL, és ide vitted először a sarkot, de akkor rájöttél, hogy ez nem az. Hiszen ugye, ha már csak ebből az egy oldalból is meg tudod mondani, hiszen megnézed a tetejét, és megnézed, hogy ez és ez nem sárga, akkor biztos ez az, és akkor egyből egy U-t forgathattál volna. Helyette te U3-at, bocsánat, U3-at csináltál, de ezzel azért annyira nagy baj nincsen, mert ezt idővel el fogod hagyni. És utána meg géperm. Ugyanaz, mint az előző, ráadásul. A következő keresztnél sárgára kezdtél. A sárga itt elég jó döntés, és így csináltad, hogy beraktad a kéket, utána lehoztad a zöldet, és azzal együtt be a pirosat. Én itt amúgy azért a helyedben megfontolnám azt, hogy a kékkel együtt rakjam be a pirosat egyből, és utána DF-fel rakjam be ezt. Én szeretem mostanában, ha minél kevesebb réteget forgatok a keresztbe. Az első pár az jó volt. Következő párnál ezt csináltad. Így. És beraktad hátra. Ez eléggé tetszett nekem, főleg, hogy ugye átfogás nélkül raktad be hátra. Szóval erre nem mondok semmit, igazából ez nagyon jó volt. Következőnél viszont azt csináltad, hogy kivetted ezt a sarkot, easy kézbe raktad, és így tovább. Holott itt sokkal érdemesebb lett volna bal oldalon megcsináld ezt a párt. Tehát amikor már az utolsó két párnál vagy, akkor azért érdemes megnézni mindkét opciót egy pillanat erejéig, mert egy csomószor nagyon jó lehetőségeket szalasztasz el. Teszem fel. Az utolsó pár az jó volt, Sun is jó volt, és az R-permed is tetszett. Láttam, hogy te is ezt a D-s algot használod. Igen, ez a másik opció, amit én használok. Ez az F-es, de ez tényleg már csak emberfüggő. A következő rakást is sárgára kezdted, ami teljes mértékben érthető. Így csináltad, hogy átellenes színekhez vitted, beraktad a narancsot, D2, USZ és beraktad a sárgát. Én itt a helyedbe, mikor átellenes színekhez viszed, akkor fölé raktam volna a piros élet a narancsnak, és akkor így lett volna a vége. Az első pár az egyértelmű, észrevetted ezt az easy case-t, és beraktad. Utána pedig ez következett, ezt is ügyesen hátra. Hát amúgy ezt meg tudom érteni, hogy ezt a párt választottad, mert ugyan a másik kettő jobb opció, viszont az a helyzet, hogy átellenes párokat lenne itt talán érdemes kirakni ezzel a narancskékkel.
de annyira nem lesz így se kedvező. Hát aztán itt kezdődnek a bajok, mert itt elég sokat hezitáltál, és utána át is fogtál végül, pedig amúgy ezt meg lehet kerülni, mert itt van ez a narancskék, ezt megoldhattad volna így. Easy kézbe kerül és berakod hátra. Helyette te azt csináltad, hogy átfogtál, észrevetted ezt a párt, és ezt kezdted el összepárosítani így, és F-ekkel beraktad ide. Ezzel alapvetően annyi baj nem volt, de azért mutatok rá még valamit. Egyrészt itt is érdemesebb lett volna talán a másik párt választani, és még erre a helyzetre van egy nagyon jó algó, amit Felix Zemdextől tanultam. Ez jobb kézzel és bal kézzel is alkalmazható. Ide kell helyezni a sarkot, és így néz ki. És ide bekerül. Valamint még erre az állásra az is jó, hogyha átfogsz és egy sledgehammerrel helyezed őket easy kézbe. Ezután megoldottad ezt a párt. Ebben nem fogok belekötni. Ezután érdekes OLL-t használtál. Egy kétlépéses OLL lényegében, amiben belekenszölöd az F-et. És utána szerencsédre H-permet kaptál. Hát én erre az állásra ezt az algot tudom ajánlani. És amúgy hát nyilván a H-permbe beleakadtál, de most ebben nem fog belekötni, hiszen egyértelmű, hogy tudod a H-permet. Következő keverésnél a kék keresztre esett a választásod. A megoldás az számomra kicsit érthetetlen. Úgy csináltad, hogy D2-R vesz, utána beraktad a fehéret, csináltál véletlenül két B fordítást, és utána pedig beraktad hátra ezt. Ami itt például nekem rögtön feltűnt, mint lehetséges megoldás, egyből berakni a sárgát és a narancsot, és marad végül a fehér. Utána nem panaszkodhatunk, hiszen lett egy easy case, és beraktad. Utána ismét bevetetted a már jól megszokott taktikádat, és összepárosítottad ezt, majd beraktad. Őszintén bevallom, én ennél a helyzetnél ezt a párt csináltam volna, főleg azért is amúgy, mert már az előbb is, mikor ezt az easy case beraktad, ez itt szemben volt és látszott. Ilyenkor, ha véletlenül két párt előre raktál ki, akkor javaslom, hogy igazából egyből fogját, hiszen ez lukáját szempontjából sokkal jobb lesz, mint ha végig így hátra nézegetnél. Végül kiválasztottad ezt a párt, és beraktad bal hátra. Ez jó volt. Itt is érvényes az, hogy ezt megoldhatod így is. Amúgy látom, hogy nem nagyon akarsz átfogni, néha azért érdemesebb, mert itt is például időt spóroltál volna vele. Főleg azután, ahogy összepárosítottad ezt a párt így, és beraktad. Ennél a párnál megint csak tudom ajánlani ezt a megoldást, hogy így megfogod és összepárosítod őket így. Az OLL jó volt, viszont T-permre azért a fingertricked az nem feltétlenül a legjobb szerintem. Legalábbis most biztos nem volt az. Én amúgy úgy csinálom, hogy a mutató ujjammal tolom az összes út. És akkor nagyon könnyen lehet az aufot beforgatni a végén. Van még a másik verzió, hogy te csinálod. Vagyis, ahogy én néztem, szerintem te inkább ezt a verziót preferálnád, amikor ilyen kis pincset csinálsz a mutató ujjaddal. Sokan használják ezt is.
és amúgy a végén, ha esetleg a mutatóujjad nincsen jó állásba, akkor az aufot így is lehet forgatni. És hát akkor elérkeztünk az összegzéshez. Alapvetően szerintem te pont most jutottál el arra a szintre, hogy szükséged legyen komolyabb lukahedre, és erre javaslom azt, hogy lassú kirakásokkal gyakorolj, és szerintem így nagyon sokat fogsz tudni fejlődni viszonylag rövid időn belül. Az F2-el megoldásaid többnyire helyén vannak, egy-kettőt kéne csak lecserélni, szóval ajánlom, hogy azért még nézz körül az interneten, hogy minden rendben van-e, esetleg nincs egy másik megoldás, ami az általad jelenleg használtnál jobb. És igazából azért, mert színsemleges vagy, ezért veled szigorú leszek, és azt mondom, hogy már most talán érdemes lenne elkezdeni gyakorolni azt, hogy az inspection során belásd az első párt is, hiszen színsemlegesre ezt szinte kötelező hozni, és ha ezeket a tanácsokat mind megfogadod, akkor szerintem nagyon jó kockássá válhatsz. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megnéztétek a videót, és hát szevasztok!